Műszaki ember vagyok, és követem a legújabb technika változásait. Tudom, hogy 2040-ben intelligens autókkal fogunk járni, és csak bemondjuk, hogy hova akarok menni, és az autónk különböző érzékelők, GPS, stb. Segítségével oda-visz, ahova akarjuk. 2080-ra még többet fejlődik a technika, akkorára megoldódik az energia problémák, nem kellenek hőerőművek, nem kellenek atomerőművek, megoldódik a napenergia tárolása, szállítása, és hát ingyen villamos energiával fogunk közlekedni, világítani. Minden, de jó volna 2080-at megérni. Erről szól ez a kis dal. Halad az idő, nem fékezhető, ha az élet útján mész. Forog a kerék, kopik az idő, múlikot jött kalkat rész. Halad az idő, rohad az idő, elbúcsúzni oly nehéz. Bár valóra válna, sok ember álma, amit ez a dal idéz. Jó lenne, százhúsz évig élni, mint a gyertya gyorsan égni. 2080-at megérni, ne jó csodákkal vár és még. Igaz, bízunk benne, igazi mégis akkor lenne, ha minden 120 éves fejhez jár egy 20 esztendő szív. Ugye ez a tip, mit elmondtam itt, nem is olyan rossz dolog. Egy kis fejtörés, kísérletezés, bizonyosan menni fog. Nagy fizikusok, bölcs professzorok, sok-sok tudós társaság. Hogyha ezt kutatnák, nem az atombombát, szebb lehetne a világ. Jó lenne százhúsz évig élni, nem mint a gyertya gyorsan égni. 2080-at megérni, ne jó csodákkal vár és mi, hogy egyszer így lesz, bízunk benne. Igazi mégis akkor lenne, ha minden 120 éves fejhez jár egy 20 esztendő szív. Igen, mit elmondtam itt, nem is olyan rossz dolog. Egy kis fejtörés, kísérletezés, bizonyosan menni fog. Bős professzorok, nagy fizikusok, sok-sok tudós társaság. Hogyha ezt kutatnák, a hosszú élet titkát, jobb lehetne,